Sziasztok, ez itt a Gameplayek videók. Itt vagyunk egy Just Cause 3 újabb epizóddal. Csapassuk Shadow of the World. Ugye hivatott minket a főnök asszony. Bevárunk, az veszélyes. Hát jó, ma mindent elveszít. Milyen headshot volt. Nincsen valami nagy csata hangulat. Nem is én úgy érzem. Nem valami nagy csata. Most úgy elnézem, mindjárt vége az egész. Mindenség. Alig vannak küldi. Thank you.
Még mi van? Még van egyetlen egy csata, amik ez az egy, ez jól nézett ki. Látványilag, de ez is csak ilyen kis pici ilyen összeütközik. De cse. Végül is a játékban szerintem ezeknél a csatáknál ugye ennél legalábbis meg az első csatánál ugye a hangulatot nem tudták elérni. De a középső a második csatán. Ugye és akkor három csatával győzzük le dinozázót, úgyhogy lesz. Azt mondta Liko, hogy ma mindent elveszik. Ó, lehet, hogy be kellett volna szállnom az ott lévő repülőgépbe. Most jut eszembe, mert láttam, hogy itt a kiút csináltam. Hát, nem mindegy. Mégis jó. És akkor lelőzettem volna azokat, amiket, hogy ott lesz repülő? Aha, ilyet. Ott lesz. Ilyen sokkal gyorsabb, mint az a másik, ugye? A bombás. Ez csak három busz, ami ilyenek három. Tök jó pontot tudottam ki. No, this is the only way, you know this.
Basszus. Szegény Dima. In the tower. What? Is she? Igen. She's gone, Mario. Dima. Where are you, Mario? Rosa Manuela, she's giving a speech. We're all here. Hát basszus. Szegény Dima. Az emlékére azért a fények ott maradtak, nézzétek. Elszállt. És akkor most ebben Dima holteste ott van. Vagy... Azért annyira már nem betegek. Játékkészítők. Valahol ott van a törmelékben. Nézzétek, a fények azok itt maradtak. Látjátok? Most nem látni, de amúgy a fények azok itt maradtak. Hát szerintem nem fogom folytatni, ha tetszett, nyomjatok egy lájkot. Szegény Dima. Találkozunk a folytatásban. Sziasztok!